Üdvözöllek, itt Ujjai Szabolcs Zoárt. Ebben a mostani videóban a kettes típusú cukorbetegségről lesz szó, arról, hogy milyen ételekkel és italokkal, illetve életmódbeli változtatásokkal lehet csökkenteni a tüneteit, hogy a betegség könnyebben elviselhető legyen. A cukorbetegek kb. 90% a kettes típusú, míg a maradék 10% egyes típusú. A cukorbetegség gyógyításának kb. 100-150 éves múltja van. 1924-ben fedezték fel például az inzulint, és 1942-ben fejlesztették ki az első gyógyszert cukorbetegeknek. A legbiztosabb jele annak, hogy a cukorbetegség előkapujában vagyunk, ez a prediabetes állapot, hogy étkezések után nem érezzük magunkat jól lakva, illetve azt érzed evés után, hogy ennél még valami édeset. Ez az inzulin rezisztencia állapota, amikor az inzulin már nem működik megfelelően a testben, azaz az inzulin nem tudja megnyitni a sejteket, hogy azok cukorhoz és más fontos mikrotápanyagokhoz jussanak. Az inzulin rezisztencia jele a hasnál lévő zsírok mennyisége, megnek a megjelenése is, tehát ha sok zsír van a hasadnál, nagy az esély rá, hogy bizonyos mértékű inzulin rezisztencia van kialakulva már nála, tehát érdemes időben lépni és tenni ellene. Napjainkban 7 különböző gyógyszer típus van cukorbetegeknek, melyek más-más módon próbálják csökkenteni a negatív tüneteket. Fontos info talán még az is, hogy jelenleg a Földön kb. 500 millió cukorbeteget tartanak nyilván, és ami meglepő lehet, hogy kb. A betegek fele Kelet- és Dél-Kelet-Ázsiában él. Nagyon sok ember nincs tisztában a cukorbetegségével, illetve nem tudja, hogy már a cukorbetegség előkapujában van, ezért sokan nem változtatnak időben, amikor még lenne visszaút. A cukorbetegség hosszú távon a legnagyobb veszélyt a szemekre, a szív- és érrendszerre, a vesékre és az idegrendszerünkre jelenti. Tehát fontos ezek védelmével és táplálásával is foglalkozni. Most pedig nézzük meg 5 olyan hasznos lépést, amit akkor is meg lehet lépni, ha már kialakult a betegség, és akkor is, ha csak a prediabetes állapotában vagyunk. Az első lényeges lépés a cukorbetegség tüneteit okozó, fokozó ételek kizárása a táplálkozásunkból, és azok megemelése, amelyek viszont pozitívan hatnak. Az egyik legjobb diéta a cukorbetegség esetén a ketogén diéta, amire egyre többen térnek át, illetve az időszakos bőtölés, a napi egyszeri étkezés, amiről később ebben az évben készíteni fogok egy külön videót. A ketogén diéta a paleo diétának egy úgy is nevezhetjük hard verziója, ahol a szénhidrát bevitel még alacsonyabb szinten van, és helyette a zsír aránya még magasabb. Ha egy mondatban kellene összefoglalni a legjobb ételeket cukorbetegség esetén, akkor azt mondanám, hogy sok zöld színű zöldséget egyél, változatosan rengeteg jó minőségű zsírfélét és mérsékeltebb arányban tiszta fehérjéket célszerű fogyasztani. A második fontos tényező a cukorbetegség tüneteinek csökkentésében az az elegendő és rendszeres testmozgás, illetve nagy segítséget nyújt az izomnövelés, az izomépítés is. A mozgás, az edzés hatására a test több energiát kezd el felhasználni, és az első, amit eléget, az az erekben lévő cukor, tehát ez nagyon jó hír cukorbetegeknek. Az izmok pedig azért fontosak, mert a tested az izmokban el tudja tárolni a cukrot, a glükózt, amit ugye később fel tud használni, tehát minél több izom van rajtad, annál több cukrot tud eltárolni a szervezeted. Így fontos azt megjegyezni, hogy a tested a cukrot az izmokban a kálium segítségével tudja eltárolni, tehát ha nincs elegendő kálium a testedben, keveset tud csak belőle eltárolni, ezért rendkívül fontosak a magas káliumtartalmú zöldségeknek és gyümölcsöknek a fogyasztása, mint például a mángold, a spenót, a kelbimbó, a batáta, a cékla, az avokádó, a gránátalma, a kókuszvíz és a tökfélék. Harmadik lépésben beszéljünk a legjobb gyógynövényekről, amelyek képesek javítani az inzulin érzékenységen és csökkenteni a cukor mennyiségen. Az első a Salacia reticulata vagy Salacia oblonga növénynek a kivonata, mely több kutatásban is igen hatékony vércukorszint és inzulin csökkentőnek bizonyult, és kifejezetten az étkezések után vizsgálták a hatékonyságát.
A második igen hatékonynak bizonyuló gyógynövény a berberin, melynek kivonata a triglicerédek szintjét, a teljes koleszterin szintet és az éhgyomri cukor szintet is képes csökkenteni. A harmadik pedig a fahéj kivonat, melynek triglicerid és LDL koleszterin csökkentő hatása is ismert. Javít az inzulin működésén is a testünkben, illetve hosszú távon csökkenti a cukorbetegséggel összefüggő betegségek kialakulásának kockázatát is. A negyedik lépés azoknak a mikrotápanyagoknak a tudatos rendszeres pótlása, melyek az előbb felsorolt gyógynövényekhez hasonlóan segítenek abban, hogy a cukor jobban hasznosuljon a testünkben, illetve eleve sokat használ fel belőlük a test cukorbetegség esetén, tehát oda kell figyelni a szintjükre. Az első és legfontosabb a króm, melyből legalább napi 200 mikrogrammot be kell vinni. A króm a vércukorszintet tudja csökkenteni. A második a B3 vitamin, a niacin pótlása, amely elsősorban egyes típusú cukorbetegség esetén van jó hatással, de kettes típusú cukorbetegségén is érdemes szedni, mivel képes bizonyos mértékig védelmet adni a hasnemirigyben lévő bétasejteknek, illetve az inzulin szükségletet is csökkenti a szervezetben. A harmadik a májó vagy mioinozitol, amely a vércukorszint csökkentésében tud segíteni, ez az anyag leginkább porformában kapható. A negyedik a magnézium, melyből a kelátot, azaz a szerves kötésűt érdemes inkább szedni, és az ötödik pedig a cink, az immunrendszerünk számára talán a legfontosabb nyomelem, melynek vércukor és inzulin csökkentő hatása is van. Ötödiknek megemlítenék olyan ételeket, melyek nem közvetlenül vannak hatással a betegségre, de sokaknál akár jelentősebb javulás is hozhat a fogyasztásuk áttételesen, azáltal, hogy más területek működése javul a testünkben. Az első az almaecet, ami abban segít, hogy az elfogyasztott ételek, így a szénhidrátok is jobban lebomoljanak a gyomorban az emésztés során. A második a máriatövis, amiből mindig a máriatövis kivonatot, azaz a szilimarint, vagy a máriatövis port fogyasztani, és ne az olajat. A máriatöv is a máj működésének javításán keresztül támogatja a hasnyálmirigy működését. Segít csökkenteni a gyulladásokat, a májban csökkenti a vesebetegségek kialakulásának kockázatát is. A harmadik a sörélesztő, amit tabletta vagy pehely formában is lehet fogyasztani, akár önmagában is. A sörélesztő az egyik legjobb B-vitamin forrás. Cukorbetegeknek fokozott a B-vitamin igénye, és a sörélesztő az egyik legjobb a pótlásukhoz, mivel a B12 vitaminon kívül az összes többi B-vitamin tartalmazza. A testünk számára könnyen hasznosítható formában, és van benne ugye króm is. Ráadásul a sörélesztőben sok fehérje is van, 40%-a aminosavakból áll, és ugye, hogyha elhagyod a gabona ételeket, melyek tele vannak B-vitaminokkal, akkor valahonnan pótolni kell a B-vitaminokat, és erre az egyik legjobb az inaktív sörélesztő. Utolsónak pedig, amit még nagyon tudok ajánlani rendszeresen fogyasztani, ez a spirulina és a chlorella mikroalgák, melyek lényegében sűrített zöldségek, vagy nevezhetjük őket bio-multivitaminoknak is. Cukorbetegség esetén fontos a lelki okokat is megvizsgálni, megérteni és tenni ellenük. A cukorbetegség a szeretettel, a szerelemmel és az élvezetekkel hozható összefüggésbe, például kívánjuk a szerelmet és szeretnénk élvezni az életet, ugyanakkor mégsem vagyunk hajlandók elfogadni, illetve átadni magunkat a határtalan szeretetnek teljes mélységeiben. Ha sokáig nem állunk a szerelmi téren a helyzet magaslatán, ez is okozhatja a problémát. A megoldás fontos lépése, ha beismerjük magunknak a félelmeinket és a szorongásainkat, ha ráébredünk a rossz hozzáállásunkra és feldolgozzuk őket, ebben segített például egy pszichológus vagy egy kineziológus is. A cukorbetegség egyébként Vénusz probléma, tehát ha asztrológusra konzultálsz, erre is kérdez rá mindenképpen. Összefoglalva még egyszer a végén az 5 segítséget cukorbetegség esetén, a diéta és a táplálkozás megváltoztatása, a rendszeres és elegendő testmozgás, illetve az izomépítés, 3 hatékony gyógynövény alkalmazása, a szalacia retikulata, a berberin és a fahéj kivonat, 5 mikrotápanyag tudatos pótlása, a króm, a B3 vitamin, a mioinozitol, a magnézium és a cink, és az 5. a közvetetten segítők alkalmazása, mint az almaecet, a máriatövés, a sörélesztő és a mikroalgák. Bízom benne, hogy
érdekesnek találtad ezt a videót, és tudtam vele neked segíteni. Ha vannak személyes kérdéseid, írd meg nekem e-mailben, ha pedig értesülni akarsz a következő hasonló videókról, ne felejts el feliratkozni, ha még nem tetted meg. Találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!